Mit szólnak a vevők ahhoz, hogy a Párcégház alaksorában nyitotta meg ezt az üzletet? A lakosságnak egy része arra volt kíváncsi egyáltalán, hogy milyen színvonalú üzlet nyílik a székház alatt, mert köztudott, hogy kettő üzlet lesz, a másik kolléganőm az egy hónap múlva nyit. Hát én igyekeztem a ház jellegéhez nyitni, és stílusában a főtéren, és a lakosság igényeit kielégíteni egy ilyen exkluzívabb üzlettel, miután köztudott, hogy az S-modell bezárt, én ezt próbáltam időben is spontán helyettesíteni. Szeretnék minél több vásárlót kielégíteni színvonalas áruval, és várok minden kedves vevőt. Ha nem is vevő, nézze meg az árukészletemet, és nekem már az is megelég, mert megelégszem azzal is, hogy körülnéz, és azt mondja, hogy nagyon szép minden. Hogyan jutott eszükbe pont rőfös üzletet nyitni? Végülis mindig volt egy ilyen vágyam korábban, és azért, hogy a lakosságot jobban el tudjuk látni, hiszen csak két helyen volt a Skála Korzó áruház, úgy gondoltuk, hogy még méter áruval tudnánk mi bővíteni a szexádi kínálatot a hölgyeknek, akik varni tudnak, és legyen lehetőségük esetleg nem a drága konfekciót megvásárolni. Miben különbözik áruválasztékuk a nagy áruházak áruválasztékától? Próbáltuk megkeresni azokat a szálakat, például nem látunk sohasem a Skálába, Korzóba olyan sejmeket, amit nálunk a kínálat, a szivárvány minden színébe. Ez van, mikor sikerül, van, mikor nem sikerül, de én úgy érzem a hölgyek visszareagálásából, hogy bő a választék olyan dolgokba, azon kívül szövetekből is megkerestem Baját, Pesten, mindenhol, ahol olcsóban tudtam hozzájutni. Na most nem biztos, hogy drágább vagy olcsóbb az én áram. Mikor, hogy sikerül, de választék úgy érzem, hogy van. Úgy vettem észre, hogy itt vannak Pierre Cardin fonalak. Honnan szerzik be őket, és az országban milyen gyakoriak ezek? Ezt most én úgy hallottam, hogy csak Debrecenbe forgalmazzák, és a Virág Karneválon voltunk, körülnéztünk a városba, és itt ott azonnal üzletet kötöttem a hölgyel, aki készséggel állt rendelkezésemre, és elhoztam Szexádra, most már másodszor megyek Pierre Cardin fonalért, mert van rá igény. Megéri ez önöknek? Végül is meg tudunk belőle élni.